ellenfényben nem tudom, mi látszódik ebből a várból, majd felírom ide a nevét, hogy melyik az a várom. Ezt csak csinálunk egy fényképet, és megyünk is tovább. Amúgy a belépő az 10 font a felnőtteknek, hogy egyetlen bemess át a hídon, és be a várba. De azt hiszem, ott se lehet teljesen bejárni, csak néhány része be lehet menni. Lokerek, tehát ilyen kis zárható szekrények is. Amúgy itt fizetni kell. Maximum idő az 3 óra. 2 óra hosszára 3 font, 2-3 óra hosszára 4 font. És itt egy tipikus skót ruházatú férfi. Itt álltunk meg, de én mellettünk ilyen a van. És ott a vár, mennyi látszik. Vettünk erekét, és ezt Zoli hozta a kocsiba. Aztán egyszer csak azt kérdezte meg, ezzel a kezében, így megállt, és megijedt, hogy mondj csak el a történetet. Hát jöttem, hoztam vissza a cuccot, a kezemben volt ez a pénztárcám, a telefonom, kinyitottam a kocsit, beszálltam, és ugye kint meg kicsi zaj van, nem hallatszott a zene. És akkor beszálltam a kocsiba, akkor kezdtem hallani ezt a zenét. És így megálltam, és pont a Vera kinyitotta a másik oldali ajtót, és kérdezem tőle, hogy hallasz a zenét? Mondom, milyen zene ez? Mi ment tönkre? Vagy mi a rádió csípó, vagy a GoPro, vagy mondom, mi történik? És akkor mondja, hogy nem, valószínűleg a kezedben lévő ilyen hűtőmágnes. Mondom, tényleg? És tényleg az zenél. Mondjuk ilyen skót durácsát nem is láttunk. Eljöttünk a Glenfinnan viadukthoz, és mint láthatjátok, ott még egy szivárvány is van. Remélem látszódik majd a képeken. Most felmegyünk, mert elvileg 6-kor ezen átjön egy vonat. És hogy mi hogy készültünk ennek a felvételére, azt a következő részben megtudhatjátok. Ha tetszett ez a rövidke rész, akkor ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, feliratkozni, hogyha még nem tettétek meg, kommentben szívesen fogadunk minden észrevételt, hozzászólást. Remélem a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!